Csikorgón fagyos téli hidegben indultunk útra Dongó József önkormányzati képviselővel, hogy számba vegyük a 6-os számú választókörzetben 2016-ban megvalósult fejlesztéseket és a 2017-es terveket. A körzet központja a Blankfalui városrész, már több mint 1000 ingatlannal, de látjuk itt a hátunk mögött is éppen építkeznek, tehát ez az a városrész, ahol a legtöbb új ingatlan is épül, van egy fejlődő része, ahol már a villamosítás is megtörtént, a közművesítés megtörtént, így az épületek itt nőnek egyre inkább a magasba, ide költözik ki sok fiatal család. Ezen kívül a körzet, 6-os számú körzet része a külterület és a zöldmező lakótelep. A zöldmező lakótelep ugye szintén belterületté van minősítve. 2016-ban a templom domnál is történt további fejlődés, egy szomorú eseményre való emlékezés is. Annak idején még homokbányaként működő templom dombnál történt egy baleset, ahol gyermekek haltak meg, és erre a félegyházi közlöny segítségével megvalósult egy emlékhely. Ez egy talajon lévő emlékmű, és most ez nem került letakarításra, de az elkövetkező időkben erre megpróbálok figyelni, és ha az időjárás engedi, akkor ezt próbáljuk láthatóvá is tenni, hogy az emlékmű télen is emlékhelyként funkcionálhasson. A következő évben a templomdombon egy nemzeti pályázat, tehát a Magyar Állam kulturális pályázatán nyert a Kecskeméti Katona József Múzeum és Félegyházak közösen egy összeget a régészeti feltárások folytatására. Ugye nem a igényelt összeget nyerte el a múzeum, viszont az önkormányzat az ön részét, 2 millió forintot fenntartotta, és annyival támogatja ezt a feltárást, és a Rosta Szabolcs igazgató úr és régész vezetésével 2017-ben, ahogy az időjárás engedi, megkezdődik, illetve folytatódik a korábbi feltárás azokon a részeken, ahol még nem történt meg. Mintegy 20 millió forintos önkormányzati forrással tavaly nyáron készült el a Kiskun utca bevezető szakaszának felújítása. Ennek keretében a Tanyosori úti kereszteződésben 130 méter hosszan, 6 méter szélességgel újult meg az aszfalt, felújított csapadékvíz elvezetőkkel, parkolókkal és nemes kővel burkolt útszegéllyel. A Kiskun utca a Blankfalui lakók rég várt igénye, úgymond, hogy megvalósuljon ennek a felújítása. Ez 2016-ban elkezdődött, viszont szívfájdalmam, hogy csak egy rövid szakasz sikerült megvalósítani az elmúlt évben. Már öröm is lehet benne, hogy van ígéret a folytatásra. Így 2017-ben is a költségvetést éppen most tervezzük, így betervezésre kerül egy következő szakasz megépítése, ugyanilyen műszaki tartalommal folytatódik. Elméletileg a városvezetés terve szerint a következő utcáig. Én ezt kicsit kevésnek tartom, így próbálok lobbizni annak érdekében, hogy minél hosszabb szakasz valósulhasson meg, de azt tudni kell, hogy ez jelentős költséget jelent a város kasszájába, hiszen egy 6 méter, közel 6 méter széles műszaki tartalommal, útpatkával valósul meg ez a felújítás, így ez a költség jelentős. Tehát az, hogy teljes hosszban megtörténjen a felújítás, azt nem lehet ígérni, de próbálkozunk, hogy minél hosszabb szakaszba történjen meg. A legnagyobb problémát az út patka és az út keskeny szélessége okozza a problémát, és itt mindenféleképpen célom az, hogy 2017-ben az út patka teljes hosszában feljavításra kerüljön arra az időre, amíg nem valósul meg az út teljes hosszba történő megújítása. Ez a Petőfi lakótelep és a Blankfalu közötti járdaszakasz. Ez azért fontos számomra, mert a Blankfalu lakossága ezen a járdán közlekedik. Diákok, fiatalok, kisgyermekes anyukák, babakocsit tolnak rajta, a gyerekek, diákok az iskolába mennek, és nagyon rossz állapotban van ez a járdaszakasz. Az elmúlt évben odáig jutottunk, hogy sikerült felmérni ennek a költségét. Ez legalább 1 millió forintos költséget jelent, ha a teljes szakaszába felújítjuk. Én bízom benne, hogy 2017 évben ezt meg tudjuk valósítani.
A Bankfaluban 2017 tavaszán, ahogy az időjárás szintén engedi, közvilágítás fejlesztésre is sor kerül. Lesznek lámpacserék is, illetve lesznek olyan villanyoszlopok, ahova lámpatestek kerülnek kihelyezésre. Ez leginkább a Szélmalom utcát, a Béla Király utcát, a Gólya utca térségét érinti most. Ez egy első szakaszos fejlesztés 17 tavaszán, és 17-ben még a költségvetésbe, amit szintén most tervezünk, egy nagyobb fejlesztés is megvalósításra kerül, ez további igényeket elégít ki. Nem csak a Bankfaluban lesz közvilágítás fejlesztés, hanem a körzetet érintően az Ődmező lakótelepen is, még a tavaszi fejlesztés során is lesz közvilágítás fejlesztés. Jelenleg veszélyes és talán esztétikailag sem nagyon szép állapotban lévő sportpálya újulhat meg. Itt kialakításra kerülhet egy olyan épület, amely több félegyházi civil szervezet bevonásával funkciót is kap. Itt a Félegyházi Lovasklub, a Kiskun Félegyházi Ebtenyésztők Egyesülete, a Polgárőrség kerül tudomásom szerint bevonásra ebbe a projektbe, és természetesen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is, és megépül egy olyan központi épület, ahol ezek az egyesületek megtarthatják rendezvényeiket, klubhelyiségük alakul ki, és egy polgárőr lakást is kialakítunk, egyrészt a körzet közbiztonságát is erősítve, másrészt maga az épület is ezzel egy más funkciót is kap. Emellett a sportpályán a sportolási lehetőség megőrzése is megmarad, hiszen a füves pályán focipályák kerülnek kialakításra, tudomásom szerint két kisebb focipálya, amennyiben nyer a pályázat, illetve felnőtt játszótér extrém sportokkal kiegészítve egy ilyen kisebb parkok kerül kialakításra. Emellett a pályázat lehetőséget ad további fejlesztésekre is, ami már inkább a Déli Báb utcához közelebb eső rész, az Alpári úthoz közelebb eső részt érinti. Itt a javaslataim között szerepelt, hogy a Tanyasori út mellett hiányzik egy járda, ami szintén egy fontos része lenne ennek a pályázatnak. Itt sok lakos a Tanyasori út mentén közelíti meg a Darvas iskolát, a Petőfi lakótelepet, az óvodát. Azt gondolom, hogy ez egy hiányzó része a városrésznek, tehát ezt mindenféleképpen javaslom megvalósításra. Ehhez párosulhat egy gyalogátkelőhely kialakítása is, de további bérlakás felújítások is történnek, és itt már nem pont az a célja a pályázatnak, hogy ne szegregátum fejlesztés történjen, hanem a szegregátum úgymond feloldása, tehát a város többi részén is történhet bérlakás felújítás. Dongó József körzetéhez jelentős külterületi rész tartozik a maga saját problémáival. A Csanyi úton autózva megtudjuk többek között, hogy sokan hiányolják a felezővonalat, mert munkából, iskolából jövet menet, a korán jött sötétben nem érzik magukat biztonságban. A felezővonal, ami korábban megvolt a külterületi szakaszon, lekopott. Ennek igénye volt, hogy ezt újra fessük. Önkormányzat városüzemeltetési osztályával fel is mértük a lehetőségeket. Ígéret volt rá, hogy december végéig ez megvalósul. Már korábban itt nyár végén elkezdődött ennek a szervezése, de sajnos olyan magas árajánlatot kaptunk hivatalos útjel felfestő cégektől, ami megközelítette a 2 millió forintot, így ezt elvetettük, hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly összeg. Tavasszal, ahogy az időjárás engedi, akkor más módszerrel próbáljuk felfesteni ide a felezővonalat. A külterületen élők számára a földutak nagyon fontos kérdést jelentenek, a földutak járhatósága. Azt gondolom, hogy 2016-ban a körzetben nem volt kirívó eset, hogy nagy probléma lett volna. Mindig figyeltünk erre, központi költségvetésből is, hát a önkormányzati költségvetésből javítottuk az útszakaszokat. Itt a Mindszenty útra gondolok, a Csanyi útra, Péteri útra leginkább, ezek a legforgalmasabb, legjártabb szakaszok, de több kisebb szakasz is javításra került.
ez folytatódni fog a következő évben is. Benyújtásra kerül egy pályázat, amiben lehetőség van földútjavító munkagép és erőgép munkaeszközök beszerzésére. Itt állunk a Csanyi út 451-es elkerülő út kereszteződésébe, és ha a 2016-os évi összefoglalóról beszélünk a körzetet érintően, akkor itt meg kell állnunk egy pillanatra, hiszen 2016-ban is történt egy halálos autóbaleset ebbe a kereszteződésbe. Problémát jelent ez a kereszteződés a külterületen lakóknak, a napi bejárás tekintve elég veszélyes forgalom, annak ellenére, hogy jól belátható, de egy széles kereszteződésről van szó, és nem nagyon tudják néhányan felmérni, hogy milyen sebességről kell érkeznek. Mindkét irányból problémát jelent ez, illetve a kereszteződés szélességét nem is nehéz felmérni, hogy mennyi idő alatt térünk át a kereszteződésre, hogy elinduljunk-e még egy érkező autótól előtt, illetve a vasúti átjáróból is a kilépő autósok nagyon felgyorsítanak, és mire ideérnek, addigra nagy sebességet érnek el. Problémát jelent. Én tudomásom szerint a lakosság is egy aláírás gyűjtésbe fogott, és jelezték, hogy el fogják juttatni hozzám az aláírásokat, hogy történjen valami a kereszteződéssel. Ugye itt többféle lehetőség adódik. Forgalomlassításra, sebességkorlátozó táblák, körforgalom netán, mindnek költsége van, ezt majd azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni és foglalkozni kell mind a közútkezelőnek, mind az önkormányzatnak is ezzel a kérdéssel.